Elnök úr, a nyári turisztikai szezon itt a Tiszatónál lassan véget ér, és arra szeretném kérni, hogy értékelje néhány mondatban. Minden évben a magyar turizmus eredményei növekedést mutatnak. 6-7-8%-kal növekszik az eltöltött vendégészakák száma, és örvendetes, hogy körülbelül 2-3 éve az a tendencia, hogy az országos átlagot is meghaladja a Tiszatónál eltöltött vendégészakák száma. Akik itt járnak akár Tiszafüreden, Abátszalókon, vagy bármelyik településen a Tiszatónak, láthatják, hogy egyre több turista van, egyre több horgász van, egyre több kerékpáros, egyre több fürdőző. Természetesen nem szabad összetéveszteni ezt a növekedést a 90-es évek közepének turista áradatával, hiszen az még egyszer már nem fog előfordulni, hanem abba az irányba kell mennünk, hogy minőségi legyen a turizmus, jó szálláshelyek legyenek, jó éttermek, jó szolgáltatások, és én azt gondolom, hogy a tavainál jobb évet zártunk, de mindenképpen a jövő évinél pedig gyengébbet. Én bízom benne, hogy ez a tendencia, ez még évekig ki fog tartani, és azok a beruházások, amelyeket meg fogunk tenni, a települések meg fognak tenni a turizmus, az infrastruktúra fejlesztése érdekében, azok mindenképpen még jobban fogják növelni nem csak a ide látogató turisták számát, hanem azt a bevételt, amely ez a régió a turizmusból ki tud termelni. A 2017-es szezonban egyre több színvonalas rendezvényen ön is részt vett, rengeteg rendezvényen találkoztunk. Ezeket értékelje, kérem, hogy ön milyen változást lát mondjuk az elmúlt 5-6-10 évben? Minőségi lépés történt itt is, egy megújulás irányába, hiszen most már a rendezvények, amiket akár magánszemélyek, turisztikai cégek és az önkormányzatok rendeznek, mindenképpen minőségi ugráson mentek keresztül, hiszen régen, akár egy 10-15 évvel ezelőtt olyan rendezvények voltak, amely egy olcsó, talán igénytelen szórakozás nyújtottak az ide látogatóknak. De most a komoly kultúra, a komoly bemutatók, a komoly versenyek, a nagyon színvonalas kulturális rendezvények jellemzik most már a Tiszató környékét. Nem állítom azt, hogy nincs mi hova fejlődni, és nincs mit fejlődni még, hiszen még vannak gyerekbetegségek, nem mindegyik település tudja tartani az ütemet, de azt látom, hogy egyre jobban figyelnek, egyre jobban követik a tendenciákat, és nem csak az infrastruktúra fejlődik, hanem a hozzáállás is fejlődik a településeken, amiben azt jelenti, hogy most már nem csak versenyképesek leszünk a Balatonnal, hanem egy teljesen más, egy kitűnő minőséget tudunk nyújtani, tudnak nyújtani azok a vállalkozók és önkormányzatok, amelyek itt vannak a Tiszató környékén, vagy akár a tágabb régióban. Az ön szűkebb hazája, a Nagykunság nemrég megmutathatta magát az Astana Expo-n, Kazaksztán fővárosában is. Önnek is volt szerencséje ott részt venni. Mik voltak a tapasztalatok? Igen, ez egy az élettől egy hatalmas szerencse, hiszen Kazaksztánban ezen a világkiállításon 135 ország mutatkozott be, a világ legnagyobb országai mutatkoztak be ezen az energetikai expón, és nagyon kevés országnak volt lehetősége arra, hogy nemzeti napon mutatkozzon be, és ezeken az országokon belül pedig nagyon kevés népcsoportnak, nagyon kevés tájegységnek, a kunságnak is lehetősége volt külön bemutatkozni. Jász-Nagykun-Szolnok megye, a Nagykunság mutatkozott be a Magyar Nap keretében, táncosokat vittünk a Jászságból, Kisújszállásról a Jászsági Népi Együttes, a Kisújszállási Nagykun Tánc Együttes, a Szolnoki Légierő Fúvózenekara, Karcagi Huszárok és a Nagykun kapitányok képviseltették magukat ezen a napon. És hát ami a sajtóból visszajelzés volt, mindenki azt írta Kazaksztánban, hogy ilyen színvonalas, ilyen különleges, ilyen unikális napot egyetlen egy ország sem tudott bemutatni, és azt gondolom, és úgy is látom, hogy a közönségnek is nagyon tetszett. Amikor a magyar napon, a színpadon a magyar táncosok voltak és a magyar zenészek, én csak félig néztem az ő produkciójukat, másik szememmel a közönség reakcióit figyeltem, és lenyűgözte őket. A magyar táncosok, a zenének a temperamentuma, a huszárok, a kunkapitányok, mindenképpen a világnak egy jó részén meg tudtunk mutatkozni, meg tudtuk mutatni azt, hogy milyenek is vagyunk igazából. A nyári szezon után egy kicsit már az őszre átfordulva, iskolakezdés, ez most már a diákokat bőven érinti. Milyen támogatásokat kaphatnak, vehetnek igénybe a családok 2017-től? Hát
ez az ősz, az iskolakezdés a diákokat is érinti, érinti a pedagógusokat és érinti a szülőket is. Én, akinek a második fia, a középső fia is elkezdte az iskolát, látom azt, hogy nagyon nehéz és minden ősszel kicsi zökkenőkkel indul az iskolakezdés, hiszen vissza kell szokni ahhoz a tempóhoz, ahhoz a beosztáshoz, amit az iskola jelent, és nagyon sok ismerőssel, baráttal beszélgetek, és a családok nagyon örülnek annak, pozitív visszajelzés, hogy támogatást kapnak az étkezéshez. Szinte kevés olyan diák van, aki nem ingyenesen kapja az étkezést. És hát emlékezzünk arra, néhány évvel ezelőtt, minden évben, minden ősszel komoly anyagi megerőltetés volt az iskola könyvek, a tankönyvek beszerzése. Pont elég egy családnak a füzeteket, a ceruzákat, az egyéb iskolai felszereléseket megvenni, és nagyon jól jön az, hogy most már a tanulóknak, tanulók szüleinek nem kell az iskola könyveket megvenni, ezt ingyen biztosítja a kormány, és mindenki, akivel beszéltem, akinek iskolás gyereke van, ez komoly segítség mindenkinek, azoknak, akik iskolába indítják a gyerekeket, hiszen valljuk be, az iskolakezdés nem csak fizikailag megerőltető, nem csak szellemileg rá kell készülni, hogy újból korán kelés a gyerekeknek, hanem anyagi megterhelést is jelent minden családnak, és ezt nagy mértékben támogatja a kormány, nagy mértékben csökkenti ezeket a terheket. Az ősszel, a szeptemberrel nem csak az iskolai év kezdődik meg a diákok számára, hanem a közéleti dolgok iránti érdeklődés is ismét előtérbe kerül. Ön szerint mi foglalkoztatja most a magyar közvéleményt? Hát van pozitív, mindenképpen kezdeném azzal a pozitív üzenettel, hiszen drasztikusan, nagy mértékben csökken a munkanélküliség. Az embereknek most már sokkal könnyebb állást találni, aki akar, már mindenki tud dolgozni. A következő lépés természetesen mindannyiunknak az, hogy egyre jobban fizető állások legyenek, és ebbe is már pozitív dolgok vannak, hiszen azt mutatják a statisztikák, azt mutatják az eredmények, hogy komoly ütemben az elmúlt évtizedekhez képest nő a bér, az a pénz, amit haza tudnak vinni a lakosok, és úgy nő ez, hogy közben az infláció 0% körül van, tehát megmarad az a pénz, ami többletet jelent a családi kasszákba. Egyre többen tudnak akár egy kicsit vásárolni, egy kicsit levegőhöz jutni, munka van, jövedelmek egyre jobban nőnek, és ez mindenhol pozitív hangulattal tölti el az embereket, hiszen az a hangulat, amikor tudja az ember, hogy egyik hó végétől a másik hó végéig kifutja a fizetése, vagy tud tervezni, hogy a következő évben nem kevesebbet fog keresni, nem bizonytalan a munkája, ez mindenképpen pozitív hangulattal tölti el. Ami negatív hangulat, azt néhány, akár néhány politikus is tudja csinálni, ami gondolok erre, hogy a Vona Gábor a nyugdíjasokról szólt kijelentése. Én nagyon sok nyugdíjas ismerősömmel beszéltem, akiket mélyen sértettek ezek a kijelentések. Én gondolom, hogy Vona Gábor ezt nem gondolta komolyan, vagy nem így gondolta, és bocsánatot fog kérni a nyugdíjasoktól, mert régen rossz az, hogyha a társadalom egy része, a politikusok egy része azokat az embereket bélyegzi meg, akik nagyon sokat tettek a társadalomért, akik végig dolgozták az egész életüket, és igazából a magyar társadalom egy rétegét sem szabadna megbántani, főleg indokolatlanul ok nélkül. Ilyen apróságok örömet okoznak az örömben, egy kicsit elveszik azt a kedvet, amit igazából a gazdaság és Magyarország teljesítménye örömként nyújt.